Szabasz Robert, az mindenki. Előbb már készítettem egy videót, de az sajnos nem jött össze. Úgyhogy most újra kezdődik, újra elmondom, amit elmondtam. Tehát elsősorban Robert neked készül a videó, és mondtad, hogy látod a végig, hogy játsszák végig ugye a játékot. A végigjátszás az a campaign részem van, de most nem fogok campaignelni, csak egybe megyek az adventure-re. Max szinten. Csak a végigjátszás az itt a normál hard experten kezdheted, tehát nem is kezdhetsz mást. Itt írja is, hogy 150%-os aranybónusz, meg XP bónusz kapsz. Nagyjából az ellenfeleknek is 150%-os extra sebzése van. Én Torment 13-asan fogom nyomni, és ott sem teljesen úgy elmondom miért. Ott körülbelül, hát itt írja 4500 extra goldot kapsz, 8200 extra XP-t kapsz. Tehát inkább a 8200%-os extra életet és sebzést kapják meg az ellenfelek. De nem is teljesen itt fogok nyomni, mivel én majd egy Nephilim Riftet fogok lenyomni. És a Nephilim Riftnek megvan adva, hogy milyen szintnek számít. Tehát az 5 szintenként emelkedik egyet. Tehát a Torment 12 az 55-östől van 60-asig, a Torment 13 a max szint, amit ki tudsz választani, az 60-tól van. Na hát én 68-asig nekem meg van csinálva, 69-as a következő. Azt fogom majd most a te kedvedért megpróbálni. Csak szerintem most jelenleg nincsen, igen, nincsen. Ki, hozzá kavicsom. Na, egy gyors áttekintés, hogy mi hogy fog kinézni az egész. A karakterem a multisotra épít nagyjából, itt is a fegyverem és a multisotot 50%-kal gyorsabban tudom majd kasztolni, és 161% megemelt sebzés. Itt a multisot, hogyha ez fölötte van az életük, akkor 60% fölött, akkor kétszer sebez, és megemeli alapból 195%-kal a damage-et. Ezt majd mondom, hogy ez mi, ez csak hogyha felveszek valami erősítőt a pályáról, akkor az megjelennek erősített ellenfelek. Ez az, hogy ne kelljen javítanom a tárgyaimat. Tehát azért, mire ideig eljut az ember, addig elég sokszor meghal, úgyhogy ez egy elég jó, hogy nem kell egy valak. Jó van, látható ott alul, hogy 544 millió aranyom van, de azért nem olyan rossz, hogy azt nem kell csinálni. Igen, ez Maradouer szettet használom, 5 darab van bent, plusz egy gyűrű, ami kiveszi, hogy a hatodikat ne kelljen használnom. Itt vannak a képességek, hogy az összes segítőállatomat megkapom, a szentrik azok 400%-os extra sebzést csinálnak, és hogyha ezeket a kasztolom, akkor ők is, a szentriaim is ugyanezt fogják kasztolni, és a hatodik képessége, ami miatt használom az egész maradulát, hogy ahány szentrim van lent, annyiszor 3000%-ot kapok ezekre a sebzésekre. Tehát ez nagyjából tehát igazából nincsen. A maradó erszettek vannak bent, plusz még egy, ez a öv, ami minden egyes kompanyám után 9%-kal csökkentett damage-en van. Azért ezen a szinten már nem baj, hogyha nem annyira nagyot sebeznek, és még így is nagyon sokat fognak sebezni. És pedig nekem 7 állatom van bent, 63%-kal csökkentett damage mellett is sokszor lesz, hogy azért majdnem instant halálba lesz részem. Most emlékszem, hogy jó, nem kell nekem. Már nincs is jön, de jó, akkor hát most csak szépen eladom a dolgokat. Jó,
Ja igen, azt megmutatom a Rift közben, hogy alapból, hogyha nem jól használnám ezt a karaktert, akkor még így is hát ilyen nagyon minimális sebzése lenne. Hát, hogy oké, hogy ott vannak ez a rengeteg állaton, de most, hát ilyen lehet látni, 1140k, 840k belül élet az kb. Nem is fogyott. Na, hogyha leteszem a 3 centrimet, akkor utána azért hát a damage-et sem nagyon fogod tudni olvasni, de nagyon sok nagyon nagy milliós szám. Például most 16,6 billió, tehát ilyen milliárdos sebzések. Az a Torment 13-nak a riftje. Tehát ez még annyira nem nehéz, itt most annyira nem kell odafigyelnem. Jó, mondjuk ezt a mérgezést annyira nem csipázom azért, de abból nem árt kimászni. De azért itt látszik, hogy itt eléggé jól pusztulnak az ellenfelek. Itt ez nem is annyira sietős, hogy csak össze kell gyűjteni a 100%-ot, akkor megjön a Rift Guardian, és akkor ezt meg kell ölni. Tehát igazából nem sok mindent lát. Ott volt egy 18,9 billió. Ez komolyabb kis sebzést levert. 24,2 billió, tehát nagyjából ekkora sebzést. Na, mit lőjek? Tud a karakterem. Itt így látszik, hogy nagyjából lövök egyet előrefelé, és akkor utána az a sor az eltűnik az ellenfelekből. Most volt egy 35,6 billió, szerintem az már egy rekord közeli. Most nem tudom, hogy itt meg lehet nézni, hogy mennyi volt a max sebzésem. Az eddig legnagyobb, de de nézzünk valami statisztikát az inventoriban. Kisebb szinteken azt szerettem még, amikor így Tomikával játszottunk, akkor jött ő is, hát nem éltünk azért Torment 13-ba egyből, mert hogy az ő karakter az csak így ilyen Torment
5-6-ig volt vállalható. És akkor én csak mentem, lőttem egyet, azt futottam tovább, mert azért pályán egész nagy területet ez a múlt is ott ez belül. Mentem, így lövöldöztem egyet, azt futottam tovább. Na hát itt azért nem mindig olyan egyszerű. Néha azért figyelni kell arra, hogy mi van velem szembe. Hát lehet, hogy ebben a videóban nem fog beleférni a fél órába. A másik próbálkozás, úgyhogy lehet, hogy csak ezt a ne fölent csinálom meg. Majd egy másik videóban akkor, hogyha érdekel, akkor megcsinálom a normál 69-es szintnek a próbálkozását. Igazából ott már azért elég nehéz. Előbb sikerült a 68-at megcsinálnom, de ott elég jól jöttek ki a pályán lévő erősítéseknek a dolgai. Igazából nagyjából a damage-et nem is látod, mert hogy nekem olyan távolságból kell lennem, hogy ne tudjanak azért egyből ütni. Mert hát azért az nem egy barbár, vagy egy monk, aki azért bírja is, hogyha megütik. Ez a karakter nem annyira szereti, hogyha ha megütik. Elég nagy damage-et be tudok kapni, hogyha közvetlen közeli találat ér. Na, ez egy elég jó pályán lévő dolog. Ilyenkor fel van, le van nullázva kb. A cooldown-ja a skilljeimnek. Kb. Nincsen költséges ilyenkor a multisotnak, pedig amúgy azért nem egy olcsó dolog. Na hát vége is ennek a hát meg nem mondom neked mi az a neve. Na, megjött a Rift Guardian is.
Bohockodunk egy kicsit ezzel. Húha. Az igen, a damage azért van neki. Kedves. Hát igen. Ilyen is történik, hogyha nem mászok ki rendesen a sebzés elől. Na jó. Ez azért már kellemetlen volt. Utálom ezeket. Ezeket ilyen nyomorékokat. De jó Rift Guardian-t kaptam. Na hát igazából ezért van bent az egyik. Egyik tárgyam. Hát nem annyira szeretek az ilyen Rift Guardian-ek után milliókat költeni arra, hogy... hogy visszajavítsam a cuccaimat, mert minden halál után, vagy elesés következtében 20%-kal romlik a tárgy, vagy nem tudom pontosan mennyi, de elég hamar, egy pár ilyen után már elég hamar kiírja, hogy javítani kéne, mert különben abból nem lesz köszönet. Akkor... nem most játszottam már utoljára ez a dialó, hanem már elég sok dolog, amit nem ismeretlen belőle. Utána még az Orek még megadja. Hát ez 300 millió volt. Az előbb, amikor megcsináltam a 68-as riftet, az 7 milliárd XP-t adott, úgyhogy hogy ez ekkora különbség van a kettő között. Ahhoz mondjuk szerencsém volt, mert ott egész könnyű Rift Guardian-t adott. Távolról nem nagyon tudott oda, nem volt ilyen képesség, hogy odaugrik, vagy oda lövi ezt a fagyasztós gömbjét, ami kb. Azonnal kinyíl. Úgyhogy... az annyiból jó volt. Hát nem tudom nagyon mi van más. Paragon szintek azok. Tehát 498-os paragon szintű vagyok, nem tudom, hogy ma utolnak a lejét, mekkora itt a damage, a normál damage-em. Critical hit százalék, igen, van ezek. Sentry damage, hát nem ennyi azért. Ja, hát nincs olyan, hogy mennyi volt a max sebzésem, de hát itt azért volt egy, talán a videóban is látszott, hogy 38 billió, talán 38 egész valami B-t ír, amiért 38 milliárdnak felel meg. Na jó van, hát hogyha valamit nem láttál belőle, akkor majd
majd megírod meg, hogyha érdekel, hogy milyen a 69-es rész, akkor azt még majd megcsinálom. Vagy hogyha másokat érdekel, akkor figyeljetek meg nyugodtan, és akkor majd megcsinálom. Na hát ez a videó ennyi volt, akkor sziasztok!